Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Mészáros Lajosnak, a szolnoki művésztelep egyik meghatározó festőművészének a képét láthatjuk. Egy színes linómetszet. 1969-ben készítette a Mészáros Lajos, és képcsarnoki vásárlással került a múzeum tulajdonába. Mészáros Lajos 1925-ben született, és 1971-ben halt meg. 1957-től tartózkodott és dolgozott a szolnoki művésztelepen egészen haláláig. Itt látható, hogy fölülnézetből egy nagyon szép városképet láthatunk, aminek a kuriózuma az tulajdonképpen az, hogy egy olyan technikával készült, ami látszólag egy egyszerű technika, hiszen a rajzórák során legtöbb gyermek kezébe belekerül a metszőkés és a linó, és megtanulja a linó metszésnek a technikáját, legalábbis részben, hiszen hogyha megnézzük ezt a képet, láthatjuk, egy rendkívül színes képről van szó. Linó metszethez képest színes képről. Ennek a technikának két fajtája van. Az egyik az, amikor maga a dúcot, a nyomó dúcot, azt úgy kezdi el metszeni a festő vagy a grafikus, hogy minden egyes részletet, amikor megmetsz, akkor különböző színbe lenyomja. Lehet, hogy ezek a részletek a későbbiek során lekerülnek a nyomódúcról, magyarul megmondva, hogyha lenyom egy sárga felületet, utána lehet, hogy ezt lemetszi róla, hiszen már nem akar rá másik fajta színt nyomni, és ahhoz, hogy ne kerüljön rá másik fajta szín, azokat a felületeket szintén ki kell, hogy metsze. Tehát negatívba kell, hogy metsze, hiszen ez magas nyomásos eljárásról van szó. És így fokozatosan építi fel a képet. Ennek a dúcnyomási metszési technikának az a hátránya, hogy mire a dúcot teljesen végigmetszi, addigra nem lehet egy egész képet már lenyomni róla. Menet közben kell folyamatosan mindig lenyomatokat venni a dúcról, és tulajdonképpen így meg is határozza azt, hogy hány példányt lehet belőle lenyomni. A másik eljárás az, amikor ugyanarról a képről több dúcot készít a mester, mégpedig úgy, hogy a különböző színeknek megfelelően tartalmazzák a dúcok a kimetszett részleteket, és ezeket aztán folyamatosan sorba nyomja le a grafikus, és tulajdonképpen mint egy ilyen pázzül, tehát hogy folyamatosan egyik dúc a másik után különböző színekkel kerül nyomtatásra, ugyanarra a felületre, és így építi föl fokozatosan a képet. Mint látható ezen a képen, nagyon szép részletgazdaság figyelhető meg. Elég nagy méretű képről beszélünk, hogyha valaki csinált egyetlen egyszer is linómetszetet, akkor tudhatja, hogy nem olyan nagyon egyszerű dolog egy linómetszetet elkészíteni, független attól, hogy olyan nagyon egyszerűnek tűnik, hogy csak kimetszegetjük a részleteket, és akkor azokat utána festékhengerrel áthengereljük és lenyomjuk. Meg lehet figyelni, hogy még a tűz erkélye is, a tűzfigyelő erkélye is látszik a nagy templomnak, a belvárosi templomnak. A különböző homlokzati díszeket is föl lehet ismerni a képen, és itt látszik tulajdonképpen meg a mesterségbeli tudás, az a mesterségbeli tudás, amivel a Mészáros Lajos rendelkezett. Az ő mestere a főiskolán a Fónyi Géza volt. Ő festő-grafikusnak tanult, a képtárban, az állandó kiállításon őrzünk is róla, őrzünk tőle nagyon szép képeket, az egyik egy műterem belső, a másik pedig egy tabáni táj, egy tabáni kép az agyvával és a tabáni házakkal. Ez a képe is tulajdonképpen az életművének egy jelentős sarköve, hiszen általa készített linómetszetek ből teljes mértékben lehet mondani, hogy kiemelkedik. Az 1969-es szolnoki városképpel kapcsolatban is annyira aprólékosan szépen meg van csinálva, hogy szinte helytörténeti jelentőségű információkat ad, főleg a történész kollégák örülnek az ilyen művészeti alkotásoknak, hiszen egy-egy épülettel kapcsolatban, városképpel kapcsolatos kérdéseknél nagyon sokszor már csak a művészeti alkotások segítenek minket, hiszen
esetleg pont arról a területről, a városnak arról a részéről készült fénykép már nem lehető föl. Nem tartozik az állandó kiállításba a Mészáros Lajosnak a képe, hiszen nincs akkora terünk, hogy a grafikák közé minden jelentősebb szónoki alkotónak a művét ki tudjuk tenni. Sajnálatos módon ez szintén a raktárunkba található ez a kép, aminek egyébként véleményem szerint egy kiállítóteremben lenne a helye.